Üdvözöllek újra itt az online térben. Profi fotós volt már a műsorban, de most egy freelancer fotóssal fogok tudni beszélgetni. Gyertek, tartsatok velünk! Szevasz, Bart! Köszönöm szépen, hogy szerepelsz a műsorban. Hello, hello! Én köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtál, és szerepelhetek. Tudom, hogy te a Predator gépet használod, a tiszteletedre felvettem a Predatoros pólómat, de azt is tudom, hogy te freelancer fotós vagy. Erről szeretnék pár kérdést föltenni, hogy így a Covid vírus alatt téged milyen munkák találtak meg, és milyen munkát csináltál az utcán? Erről mesélsz nekünk első körben? Nem én találtam meg a munkát, hanem a munka talált meg engemet. Mert ugye szoktam az utcán fotózni, mint utcafotós is olykor, és több pályázat van Bécsben, folyamatosan kiírva fotopályázat. Tulajdonképpen pont a vírusnak a megjelenése napja előtt napokban csináltam egy érdekes fotózás szájmaszkban, rendőrségi autónál pont. Ezt a kép megtetszett így az ORF-nek, és azt mondták, hogy igen, nekik az kell, nekik az tetszik. És tulajdonképpen akkor ez így kezdődöttem meg én. Fotóztam a marketing plánunknak, ezáltal a sajtókártyám az megvolt, csak újra ki kellett váltanom, és tulajdonképpen ennyi története. És milyen volt az utcákat járni? Milyen felkérés volt az ORF részéről? Milyen fotókat vigyél? Az ORF részéről a felkérés annyi volt, hogy próbáljam tükrözni a jelenlegi helyzetet, ami van Bécsben. Első pár napban azért az emberek tényleg otthon maradtak, úgymond egy olyan posztapokaliptikus, világvégikus stressz hangulat volt úgymond Pécsen jelen. Mert most oké, az ember kimehet fotózni ilyenkor, amikor már úgymond normális időszak hajnalban, és akkor meg tudja örökíteni, nincsen ki az utcán. De amikor kint vagy 3 órakor, vagy 4 órakor a Svédenplacon, vagy akárhol, és nem látsz embereket, vagy már a hírfelen, akkor egy kicsit olyan érdekes. De mivel introvertált személy vagyok, ezáltal én nekem nem volt annyira úgymond rossz érzés, hanem inkább olyan kellemes érzés volt, hogy végre meg tudom olyan képeket tudok készíteni, hogy nem mászik bele senki. De amúgy is, hogy jó volt. A freelancer munkádnak melyik része volt számodra a legérdekesebb? A legérdekesebb munkám az volt a koronavírus fotózás alatt. Egy sráccal készült pár darab portrékép a Sottentó U4-es metró megállójánál. Ott van az a nagyon hosszú mozgó lépcső. És úgymond vétpapírokkal mentünk ki, mert az volt a kérés, hogy a vétpapíros képeket szeretne. És nekem az nagyon tetszett. Főleg az, amikor jöttek az emberek, és azon nagyon kérdőjeles fejeket vágtak, amit nem tudták, hogy hova tenni, mi történik, vagy miért csináljuk, viszont a képek szerintem fantasztikusak lettek. 100%-a meg volt vele elégedve. Meg ami nagyon, nagyon durván jól nézett ki, az a kásfac. Amikor ott senki nincs. Amikor tényleg odaszáll a galam mellét, és amúgy semmi. Egy-két embert meglátsz, de semmi mást. Sem külföldiek, semmiféle ember nem volt sehol. Az azért érdekes volt. Mennyi ideig tartott ez a munka, és hol lehet megtalálni a fotóidat? A fotóimat az ORF oldalán meg lehet találni, ott fent volt több is. A munka, mivel én freelancer fotós vagyok, ez úgymond nem a fő munkaköröm közé tartozik. Tehát, hogy én ha úgy van, akkor nagyon szívesen fotózok az utcán, nagyon szívesen készítek sajtóképeket, viszont nem az, amit én szeretek csinálni. Ezáltal, ha lehetőségem van, akkor nem is keresek ehhez hasonló munkákat. Akkor ez a munka, ez már lecsengett, jelenleg milyen munkáid vannak? Jelenleg marketinges munkáim vannak. Influencerekkel, modellekkel, kávézóval dolgozok együtt, akiknek különféle reklámot kell készítenem. Mind képek, mind prospektus, mind étel, vagy esetleg koktél, és ehhez hasonló munkáim vannak. Egyik munkámat most sajnos pont lemondták, ami lett volna a hotelben 4 nap, de hát az majd még a közeljövőben érkezni fog. Ez nagyon érdekes munka lesz. Itt mondtad, hogy egy munkádat lemondták. Gondolom, lehet, hogy a nyaradat is rendesen felborította ez a járvány, hogy most hogy néz ki, hogy sok munkád le lett mondva, így rajta vagy gőzerővel, hogy újabb munkákat keres, mi most a jelenállás nálad? A jelenálláshoz, hogy ugye én rendezvényfotós vagyok alapjáraton, a legtöbb rendezvényt sajálmákban csinálom a Grosse UR firmának, nekik rengeteg rendezvényük van Olaszországban, Udinében konkrétan, osztrák napok Udinében, a Gráci Elpower, a Forma 1 és egyéb helyszínek, ahol én vagyok nekik a fotósuk. Na hát a Covidnak köszönhetően az én munkáim így nullára redukálódtak körülbelül, egyedül ezek a kis apró projektek maradtak meg. Gőezerével voltam az új
új munkakeresésén természetesen a vírus következtében, viszont azért lehetőségeim, mint rendezvényfotós, elég szűk lett. És ezáltal inkább próbáltam olyan munkákat munka felé nézni, amit meg tudok csinálni, vagy amit el tudok vállalni. Esküvőket ugye azt lemondták, viszont átpakolták a időpontokat inkább össze. És rengeteg esküvőfotózásom. Az egyik közülük az egy gót esküvő, 100 fővel, gót stílusban, gót embereknek öltözve lesz az egész. Úgyhogy azt nagyon várom, és azt szerintem rettentő érdekes lesz. És ez mit jelent, hogy próbáltál valami teljesen új szekciót kipróbálni, teljesen mást, amit eddig csináltál, vagy hasonló körben kerestél, hogy mennyire van megkötve a kezed, vagy mennyire vagy rákényszerít, hogy valami mást csináljál, valami újat hozzál ki magadból ebből az egész helyzetből? Mint sok hasonló fotóstársam tette, elgondolkoztam én is azon, hogy vállaljak mint oktatást, mint ilyen online videókat, hogyan szerkesz képet, hogyan kamerálsz, hogyan fényképez, viszont sajnos nem hiszem, hogy annyira jó tanárnak bizonyosulnék. Ezért inkább nem is ebben az irányba mentem el, hanem inkább a egyéb reklámok készítése fele. Azt fele, hogyan lehet valamit jól megmutatni az emberek számára, ami által sokkal jobban elérhetőbbé válik, úgymond. Például van neked egy nagyon jó éttermed, a városnak a szélén viszont senki nem ismeri. Akkor az csak azok az emberek fognak bemenni, akik az utcán elmentek, arra jártak, és látták az éttermet. Viszont, hogyha neked jó a reklámod, jó az Instagram profilod, jó a úgymond az internetes elérésed, és jó reklámokat fizetsz, akkor a körödet bevonzod a vendégeket, bevonzod az új lehetőségeket. Mert akkor azon az ember mit csinál jelenleg, pörgeti az Instagramot, pörgeti a Facebookot, nézi, látja a hirdetéseket, és akkor úgy lehet, hogy meglátja a hirdetéseket, és azt mondja, hogy igen, el szeretnék menni, ki szeretném próbálni. És én erre álltam rá, ilyen képzéseket végeztem a vírus alatt, ami azzal foglalkozik, hogyan tudok abban segíteni másoknak, hogy amit szeretne, azt meg tudja valósítani a legkönnyebb eszközökkel. Akkor ha jól értem, te kipróbáltad magad freelancer sajtófotósként, jó volt, szép volt, nem ez a te utad, és akkor próbáltad keresni, hogy melyik irány a jó, továbbfejlesztetted magadat, még lehet most is, és valami körvonalazódik, hogy lesz ennek a vége. Ennek a vége tulajdonképpen az lenne az egésznek, hogy én nagyon szeretek utazni. Én nekem, amiket szeretek képeket csinálni, ugye mondták a fotósoknál, hogy kategorizálódni kell, hogy egy adott témában kellene dolgozni, de ez nekem az a problémám, hogy egy idő után megunom. Szóval, hogyha nekem naponta headshotokat kell készíteni, naponta portréznom kell, az egy idő után olyan azt érni el vele, hogy azt mondanám, hogy nem. Mert nehéz emberekkel együtt dolgozni, nehéz nap mint nap őket fotózni. Viszont ugyanúgy nehéz nap mint nap épületeket fotózni, vagy éppen tereket. Tehát én úgy próbáltam összeállítani az egész munkakörömet, mint freelancer fotós, hogy legyen ez is, legyen az is, és legyen minden. De mivel nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretem a tájképeket elkészíteni, ezáltal, ami fele megyek, az az, hogy utazzunk. Tudom azt, hogy nehéz, meg ez a legrosszabb időszak arra, viszont nagyon sok helyen még nem voltam. Oda szeretnék menni, meg szeretném örökíteni, szeretném fényképezni. És meg szeretném mutatni azoknak az embereknek, akik nem juthatnak el oda, vagy egyszerűen nincs rá ez a lehetőségük meg, hogy azt megnézzék. Ahogy ebből a beszélgetésből lejön azért neked az újrakezdés, ahogy a GPS mondja, egy újratervezés nem esik nehezedre, és keresni kell a lehetőségeket, kapcsolatokat fölvenni. És ez a jó irány, hogyha az ember újra kitalálja magát, keresi, mi a jó irány, és a kapcsolatait építi. És szerintem lehetőségek lesznek, csak meg kell találnod őket. Így van, ebben reménykedek. Tulajdonképpen lehetőségeink mindig vannak, csak szét kell néznünk. Meg azt mondják, hogy ha egy ajtót becsuknak, akkor ugor ki az ablakon. Tulajdonképpen. Maximálisan értem, és én is úgy vagyok vele, hogy ha kidobnak az ablakon, akkor bemegyek az ajtón, ha kidobnak az ajtón, akkor bemegyek az ablakon. Keresni kell, így is, így jutottam el hozzád is, hogy Instagramon nézelődtem, csoportokat kutakodok, rengeteg e-mailt megírok, én is kapok elutasító választ, vagy nem lehet interjút adni, de lásd, te meg tudtál interjút adni, szóval, és eddig az elmúlt 50 napra találtam eddig interjú alanyokat, és remélem még a jövőben is fogok találni. Ez kemény munka, tehát ezt a nézőknek is mondom, hogy dolgozni kell, te is erre egy jó példa vagy, hogy nem a fenekeden ültél, meg itattad az egereket, ahogy a magyar mondja, akkor na, kitaláltad megint magad újra. Így van, tulajdonképpen mindig van
két lehetőséget. Az, hogy egy helyzetben megpróbáld meglátni azt, hogy mi a jó, vagy mit tudsz kihozni a rossz elnére maximálisan, vagy az, hogy éppen magad boroskod, depressziós leszel, és elkezdesz azon sírni, hogy jaj, koronavírus, jaj, nincsen vécépapír, jaj, mi lesz most. Ezt úgy is fel lehet fogni az emberek nagy részének, hogy kapott másfél hónapot mindenki majdnem arra, hogy maradjon otthon a seggén, tanuljon, képezze magát, a feleségével legyen, a gyerekeivel legyen, olyan dolgokat csináljon, amire eddig nem volt ideje. Tehát azért nem mondani értettem az emberek, akik azt mondják, hogy fú, de rossz otthon. Azért szerintem ki lehetett használni hasznosan az időt, de mondd azt, hogyha neked nem így volt. Ez nem volt olyan rossz. Jó, a tartalékokat felélte az ember, meg anyagilag azért nem esett jó a szívének, de azért szerintem megvolt neki az a része is. Például nagyon sokat elgondolkoztam azon, hogy mit szeretnék az élettől, mi az az út, amin járok, az jó vagy nem jó. És amikor jöttek a negatív gondotok, jártam arra, hogy pozitívan kell gondolkozni, mert nem tudjuk azt, hogy mit hoz a holnap. Két hete, három hete még karantén volt, most meg már újra engedik a rendezvényeket. Ezért még azt hittük, hogy nem lesz semmi idén. Pozitívan kell gondolkozni, és szerintem pozitív gondolkodás mindig mutat egy utat. Szerintem ez remek zárszó, és bízom benne, hogy az emberekben elindított, vagy legalább egy emberben elindít egy jó gondolatot, egy inspiráló gondolatot ez a beszélgetés. Mindig. Én nekem az a filozófiám, hogy majd amikor 80 éves öreg papa leszek, akkor is majd fejlődöm ki, hogy az unokámat megértsem. Szóval ez az örök fejlődés, ez az örök tanulás, a jó pap is holtig tanul, gondolat, ez el kell, hogy kísérjen minket. Szóval Berci, engedlek vissza tovább dolgozni, mert biztos sok kreatív munka vár rád, és azért lehet, hogy vannak határidők is. Köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni erre a beszélgetésre. Peace! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hello, hello, szia, szia! Nagyon tetszett, ahogy vélekedik Berci az életről, hogy próbálja folyamatosan fejleszteni magát. Biztos lesznek még újabb kihívásai az életben, de szerintem azokat is meg fogja tudni oldani. Ezeket a műsorokat is ezért csinálom, hogy kis inspirációt, motivációt adjunk nektek, hogy a nehéz helyzetből is meg kell próbálni kihozni a legtöbbet. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Legyetek jók, vidámak, egészségesek. Az erő meg az egészség legyen veletek. Sziasztok!